Szevasztok, kedves emberek! Hát teszt a lelke mindennek, és ülök egy ilyen gyönyörű szép kis Toyota Proace Verso, itt szépen angolosan kiejtve. Ugye ez egy kis busz, természetesen nem a Toyotáé és saját magáé, hanem a PSA koncernnel, ugye ugyanez az autó megtalálható a PSA koncernen belüli márkáknál is, tehát például a Citroennél is, Peugeotnál is. És igazából amiért most így beültem ide, az, hogy hát érkezett megint egy-két dolog itt teszten, és hát gondoltam, mi lenne, hogyha ebbe az autóba itt tök kényelmesen beültem a harmadik sorba. Nyilván azért nincs bekapcsolva a biztonsági, mert az autó nem megy sehova, hiszen én itt ülök, nem ott elől a vezetőülésben. Viszont kezdjük rögtön azzal, hogy érkezett egy ilyen Szenkor kütyű. Láthatjátok, ő egy hangfal lesz, egy hangfal nem is lesz, hanem már az. És egyébként az SSS 6800-as kis hangszóró, nem is tudom, hogy hangfal, vagy mit, de az a lényeg, hogy olvasható bluetoothos speaker, itt szép angolosan, ugye, hogy szoktam ugye tesztel elkinél itt bénázni. Na, akkor nézzük meg, mi van akkor, hogyha az ember megpróbálja ezt kibontani. Igen. Nem tudom, mennyi fog látszani, vagy mennyi látszódik majd, ez csúnya volt, az a lényeg, hogy így néz ki kibontva, és rögtön látunk egy kis dobozkát. Ezt a dobozt én mondjuk lerakom most ide, remélem nagyjából látszódik, és megpróbálom kihalászni a cuccot ebből a csomagolásból. Ismételtem majd most én egy másfél órányi bénázás, nem, egy kicsit gyorsabban is megoldom most ezúttal, úgy néz ki. Na, ez lejön, láthatjátok egy ilyen hungarocell kis védő burkolat, és akkor megpróbálom úgy kinyitni, hogy látszódjon az, hogy hogyan helyezkedik el benne. Hát így helyezkedik el benne, azt mondja, hogy itt van. Ez akkor ide félrejön. Ezt innen kihúzzuk. Van súlya, szóval nem egy könnyű valami, le fogom érni a tesztben, ugye majd olvassátok a paramétereket, meg mindent, és hogy miért nem könnyű? Hát azért nem könnyű, mert ő maga az mellett, hogy egy hangszóró, egy hangfal, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, az mellett egy powerbankként is üzemel. Egyébként itt van neki ilyen nyílása, hol van? Itt van, igen, és azért nyílik ennyire nehezen, mert hogy ilyen víz, csepp, stb. Álló, hát nyilván nem fogjuk bedobni a medencébe, de ha kicsit esősebb, párásabb az idő, mint például most, akkor kint is lehetne hallgatni. És hogy igazából sokan kérdezhetnétek, vagy kérdezitek is magatokba nyilván, hogy miért egy autóba kell bemutatni ezt. Hát azért, mert az autónak a saját hangfala nyilván nem fog úgy szólni, mint ez. Előre szólok a kamerának, a hangszórója, illetve maga a mikrofonja nem olyan tökéletes, tehát nem, ne várjatok itt most stúdió hangzást, múltkoriban is belekötöttetek, hogy milyen hangzás, ugye amit a Lamaxnál műveltem, nem kell belekötni, nem arról szól, hanem arról, hogy megmutassam egyértelműen mi ez, majd le fogom írni a tesztbe, hogy szól, stb., illetve hát próbáljátok ki, elérhető a Szenkornak az a hangfala, még egyszer mondom, bluetoothos és egyben powerbank. Itt lehet látni a kis csatlakozásokat, ugye van neki jack kimenete, tehát akár azon keresztül is befelé tud menni a hang, illetve ott van a töltő, és hát USB-s kimenet, ugye amivel tudod te tölteni a kis akár telefonodat, vagy bármidet. Van, a másik oldalán elég érdekesen néznek ki, nem tudom mennyire látszódik, vagy mennyire látszik, vagy hogy kell ezt mondani. Szépen ilyen domborúan kialakítva maga a gomb, a kezelő felület. Hát is nyilván nem annyira bonyolult, ezzel megpróbáljuk bekapcsolni. Ezzel próbáltuk. Na, akkor. Ez most itt áll és pihen. Ez majd egy kicsit később. Nézzük meg azt, hogy tudunk-e csatlakozni a telefonunkhoz, ami nem mellesleg egy Caterpillar telefon. Azt mondja, hogy beállítások, társított eszközök, új eszköz párosítása. Hát megnézzük, hogy egyáltalán itt van SSS 6800-as. Párosítás, igen, SSS 6800 párosítja következővel, persze, hogy párosítom, hát nyilván, hát nem azért, nem, op, és már párosodott is, ahogy hallhattátok, nem úgy párosult, hanem, na mindegy, szóval ebben nem menjünk bele, az mondjuk, hogy most össze van kötve a kettő egymással, innentől kezdve nincs más dolgunk, mint mondjuk megnyitni a YouTube könyvtárat, mert hogyha YouTube könyvtárat nyitom meg, akkor ott ugye vannak ingyenes zenék, amik ugye bár, hogy van ez, mi a neve,
Szóval, hogy jogdíjment, ez az, jogdíjmentesen tudom használni őket. Na, meg tudom nyitni a YouTube hangeffektek, stúdiót, stb. Vagy nem? Üdvözöllek, Gyarmati Attila vagyok, a marketing eszközök. Hát nyilván nem ezt akartam, hanem valami teljesen más. Tehát marketing eszközöket Gyarmati Attilától hát rohadtul nem akarom hallgatni, nem is érdekel. Ellenben sokkal inkább érdekelne az, hogy nézzük meg, hogy mi van akkor, hogy a könyvtár. Azt mondja, hogy hát figyeljetek, én ezt most meg nem fogom tudni nyitni. Azt mondja, hogy bénázok még egy kicsit, hát ha sikerül. Azt mondja, hogy YouTube. Nézzük meg ezzel mit csinál. Apple Pay fizetés a köszönjük szépen, ezt se kérjük, nem, kér, nem érdekel, nem érted meg, nem érdekel. Ez izé. Hát igen, hangkönyvtár, zene, jogdíj, az benne a jó, hogy ugye nem készültem fel, természetesen most sem előre, ezért bénázok itt ennyire, de egyébként így is lehet hallani, hogy azt mondja, hogy talán meg a kíván zenét, ki felfedezi, szóval így is lehet hallani, hogy ha bármit is megpróbál lejátszani, akkor ugye már hallottátok ti is, hogy azért nem olyan rossz, nem annyira bonyolult. Azt mondja, hogy megnézzük így, fingom nincs egyébként tényleg, hogy mit akartam meg, hogy hogyan működött ez az egész, megnézzük az előzményeket, hát ha abban van valami, hát nincs, így hát nincsen más, mint hogy mondjuk egy saját videót megpróbáljak lejátszani, például pont ezt a Party Boom izét, stb. Én ma készültem mással, mert ebben vannak ilyen izék, és hogyha adunk neki hangot, akkor nyilván ilyet sem fogjuk most szépen szólni, mert eleve az van, hogy most megy a... De az a lényeg, hogy ugye most ebben nem menjünk bele. Mindegy, az a lényeg, hogy tudod tölteni a powerbank részéről, tudod tölteni a saját kis telefonodat, hogyha nem vagy ilyen béna, mint én, és van olyan zenéd, amit egyébként jogdíjmentesen le tudsz játszani, akkor, mármint hogy a videóba, akkor ugye nyilván le fogod játszani. Nem úgy, mint én most itt az előbb. Az a lényeg, hogy tényleg... Klassz, mert ki tudod rakni az ablakba, a Bluetooth-szal én már otthon kipróbáltam egyébként, ezt nem árulok el, ne titkot nyilván, hogy már megnéztem, hogy hogyan üzemel, hogyan mennyire stabilan, baromire imádom. Egyetlen egy dolog van, ami nekem feltűnt, az az, hogy sokkal alapból, tehát alapból, amikor nem hangosított fel, hanem csak bekapcsolod, akkor mondjuk, hogyha hallgatod a gépen vagy a laptopodon a zenét, őt párosított ehhez, és ugyanannál a hangerőnél ő sokkal hangosabban szól. Tehát én nekem most az van, hogy általában ilyen, mondjuk, hogyha van ez a 100-as lista ugye a hangsávban, akkor általában ilyen 15-20 között szoktam hallgatni valahol, mert hogy ne legyen annyira hangos, de azért mégiscsak élvezzem a kis muzsikát, és ne a kutyák ugatását hallgassam a szomszédból. Na most ennél általában ilyen 2-3-asra kell leszednem, mert egyszerűen olyan annyival hangosabban szól. Le fogom írni, illetve majd készülről olyan videó, majd nem ilyen bénázás, mint most, hanem készülről olyan videó, ahol megpróbálom szépen megmutatni a hangot. Nem úgy, mint a múltkor a Philipsnél, ahol a kutyák beleugattak, hanem tényleg elmegyek majd valami pusztaságba. És egyetlen egy dolgot azért még elfelejtettem, hogy ebben a dobozban mik vannak. Ugye van egy kisebb dobozunk is, nézzük meg, hogy ebben mik szerepelnek, mik buginak el. Nyilván nem árulunk el titkot, ha már lehet vele tölteni, akkor ott van a egyrészt ezzel a felével ezért, tehát tud őt tölteni, illetve amikor megcsinálod, akkor meg tudod a telefonodat tölteni. Ami fontos, hogy USB 3-as. Aztán van benne természetesen egy jack-jack kábel, nem hosszú, de arra bőven jó, hogy mondjuk akár a telefonodat tud rápárosítani, akár a géped, akár a laptopot, vagy bármit. És ami ennél sokkal fontosabb szerintem, illetve sokkal érdekesebb, az, hogy egyrészt van benne egy leírás, egy műszaki a paraméterekkel kapcsolatos leírás, de nekem például ez így baromira tetszik, hogy van hozzá egy ilyen nem tudom micsoda, nézd meg. Tehát tudod csinálni úgy, hogy... Na, ha nem vagy ilyen béna, mint én, igen, akkor tudod így csinálni. Egy. Illetve... Már csak egy másfél óra, vagy kettő, és már rá is csatlakoztatom, ide, ahova kell, ez. Egy-kettő. És akkor tudod így vinni, egy kis serítikülként, így tudod cipelni. Kis ujja természetesen, amikor el kell tartanod rohadtul, mert különben bunkó vagy, hogyha nem úgy viszed. Tehát tudod így csinálni. Aztán, hogyha nem vagy annyira béna, mint én, akkor pillanatok alatt le tudod ezt innen szedni. Ugye ezeket a, illetve ezt a kis serítikül cuccot,
Igen. És van egy másik. Van egy másik, hát mi ez? Hogy hívják ezt? Hogy hívjuk? Hívjuk mondjuk válpántnak. Igen. Ő, amint láthatjátok, hát nyilván nem véletlenül, de ő hosszabb lesz. És ha még föl is tudok rá csatlakozni, mármint, hogy meg tudom azt csinálni, hogy szépen fölcsatlakoztatom, akkor láthatjátok azt is, hogy ez viszont, ez a kis paraszt gyerekeknek, akkor ugye már múltkor beszéltem róla, hogy most az a divat minden kis takony úgy viszi, hogy így hallgatja a izét, és akkor föl tudja venni a izére, vállára, és akkor tényleg olyan, mint egy kis retikül, vagy nem tudom, hogy kell mondani, tudja így izére, tudja így hallgatni, és hát akkor ő a király állítólag, szerintem mondjuk rohadtul nem. Viszont nem tudom, hogy beszéltem-e róla, még záráskép azért azt megmutatom, hogy vannak ilyen kis ledek rajta, ott világítanak ledek, ugye egyik az a be van kapcsolva, a másik az pedig a töltöttséget mutatja. A töltöttség az ugye ebben a helyzetben, illetve ennél a kütyönél, ennél a rendszernél, nyilván nem véletlenül, de ugye egyrészt meddig tudsz még zenét hallgatni, másrészt mennyi energia van benne, amivel a telúdat fel tudod tölteni. És szerintem ezt most meg is fogom mutatni, ezért a zárásképpen még a biztonság kedvéért. Igen, nincsen teljesen feltöltve a telefonom, ez például ebben az esetben pont jól fog jönni. Azt mondja, azért még gyorsan megcsináljuk azt, hogy kilépünk innen mindenhonnan. Ezt mondja, igen. Ezeket innen most az értesítéseket töröljük. Hurrá, hurrá, hurrá. És akkor most jön az, hogy az a jó ezekben a videókban, hogy tudtok miért majd kritizálni ismételtem, mert megint nem készültem fel úgy, ahogy kellett volna, megint csak itt bénázok, és akkor el tudjátok mondani, hogy ti ezt mennyivel profibban vagy okosabban tudnátok megoldani. Azt mondja, hogy tehát van egy telefonunk, igen, aminek a töltöttsége az nem sok, csatlakozik hozzá, és már is ott mutatja nektek, ott mutatja, hogy már is tölti az egészet szépen, úgy, ahogy kell. Imádom, a telefon marad is itt töltöm, aztán majd nem sokára jövök még másikkal, mert az autóba hoztam még egy pár dolgot, azokat is meg fogom nem sokára mutatni, egy következő videó vagy valami ilyesmi. Tesztelek mindenek, Instagram, Facebook, YouTube, honlap, maradjatok, kövessetek, szevasztok!